László Miklós, illatszertár, színdarab audio narrációval a Nyíregyházi Móricz Zsigmond színház művészeinek tolmácsolásában. Üdvözlöm Önöket! Lenvei Zsóka vagyok, az AKU, az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület munkatársa. A Móricz Zsigmond Színház Illatszertár című darabját a közönség látáséről tagjai számára akadálymentesített formában is játsza. Önök most, Petneházi Emüke, az előadás fontosabb vizuális elemeiről, valamint a darab múltjáról és jelenéről szóló előnarrációját hallgatják. Kérem, tartsanak velünk a következő pár percben, hogy még teljesebb legyen az élmény az akadálymentesített előadáson. A darab hátteréről. László Miklós 1903-ban született Budapesten. Művész családban nőtt fel, fiatalon kezdett írni. Családja hirtelen szegényedett el, ezért korán meg kellett ismernie a munka és a nélkülözés világát is. Műveit azonban hamar elismerték és díjazták. László 1938 tavaszán Amerikából egy szerződés ajánlatot kapott. Nehéz anyagi helyzetében Gizi a híres színésznő segítette ki, és fizette a 35 éves férfi hajóútját az új világba. Ezt a kölcsönt később az író sokszorosan megadta a művésznőnek, segítette őt, amikor csak tehette. Kevéssé ismert tény, hogy a neves szerző egyik és állandó anyagi támogatója volt a Bajorgizi és Gobbi Hilda kezdeményezésére létrehozott Budapesti színész otthonnak is. Mint a legtöbb magyar menekült, László Miklós is New Yorki kötőjében szállt le a hajóról, és haláláig el sem hagyta a várost. A helyi magyar közösség őt magát és darabjait is kedvelte. László feleségül vett egy kezdő amerikai színésznőt, és nem sokára amerikai állampolgárságot is kapott. Életének legnagyobb színpadi sikere az illatszertár volt. A végjátékot először 1937-ben mutatták be a Pesti Színházban. A történetből 1940-ben Hollywoodi film is készült Saroküzlet címmel, Ernst Lubitsch rendezésében. Majd később a broadway -e musical formájában futott a színpadon évtizedeken keresztül. A 90-es évek végén újra életre kelt a történet, ismét egy film formájában. A sokak által ismert alkotás a szerelem hullám hosszán főszerepeit olyan színészóriások alakították, mint Tom Hanks és Meg Ryan. A Moritz Zsigmond színház ajánlója a darabhoz. László Miklós békebeli romantikus komédiája, igazi örökzöld, ráadásul egyike azon kevés magyar vígjátéknak, amely a határokon túl is sikert sikerre halmoz, népszerűsége lassan száz éve töretlen a nemzetközi porondon is. A félreértéseken alapuló, érzelmes és mulatságos történet számtalan feldolgozást ért meg. A karácsony előtti nosztalgikus történetben egy drogéria agyohajszolt alkalmazottai keresik a párjukat és helyüket az életben, sok más magányos, elfoglalt emberhez hasonló, egy ismeretlen, sosem látott partnernek küldött levelek útján. De mi történik akkor, ha a vágyott igazi, mégsem az óperenciás tenger túlpartján él, hanem nagyon is mellettünk, akár a közvetlen közelünkben, olyannyira, hogy eleinte azt hiszük, el sem bírjuk viselni. László Miklós különös finomsággal megrajzolt karakterei, bölcs, ellenállhatatlan humora, a szerelem és az emberi természet megannyi annyi árnyalatát felvonultató, érzékeny ábrázolás módja a darab egy kristály áttetszőségét idézi idéző struktúrája mind hozzájárulnak ahhoz, hogy újra és újra felfedezzünk magunknak asztalos úr és Balázs kisasszony magával ragadó és elgondolkodtató történetét életről, önmagunkról, szerelmeinkről és csalódásainkról. Az előadást a remek mű alapanyagon felül a rendező személye teszi igazi különlegessé. A történeteket saját felkavaró és kacagtató színházi nyelvére fordító, sokszoros díjnyertes Mohácsi János közel két évtized után tér vissza Nyíregyházára. Díszlet az eredeti színdarab néhány szereplőre íródott, s a három felvonásos előadás ugyanazon a helyszínen, ugyanazon díszletek között játszódik. A szereplők nem hagyják el a teret, minden az illatszertáron belül történik, vagy itt mesélik el. A színpadot teljesen kitölti az illatszertár díszlete. Minden falon polcok, a polcokon katonás rendben különböző tégelyek, tubusok és üvegcsék állnak, és persze mindent helyben mérnek ki egyéni kívánság szerint. Az üzlet hatalmas belmagassága miatt egy galéria is kényelmesen elfér benne. A helyiségnek egy fő bejárata van az utca felől, mely a tér közepén látható. A bejárat mindkét oldalán óriási kirakat felület vehető ki. A kirakatok üvegén keresztül a néző kilát a téli utcára, megfigyelve így a kabátjaikat magukon fázósan összehúzó sétáló járókelőket és a hatalmas hópelyheket, amint lassan beterítik a karácsonyra készülődő Váci utcát. Az üzleten belül a bejárat és a kirakatok felett végig egy nyitott galéria húzódik. Egy emelet, melynek falai mentén fiókos polcok sorakoznak. A polcok sora megszakadt középtájon, ahol egy újabb félköríves üvegezett felület tekint az utcára. Ezen a felületen felirat olvasható. Hammers mit illatszertár. A galériára az üzlet bal oldaláról egy lépcsőn lehet feljutni. A polcok és a karzat sötét barna fából készültek, amelyeken arany szegélylécek és kazettás berakások pompáznak. A kirakatokon keresztül beáramló karácsonyi utcai megvilágítások, valamint az üzletben található számtalan falikar és csillárfénye elegánsan tükröződik a vitrinek és polcok üvegfelületein. Az üzleti jobb oldalán üvegezett ajtó áll, amely Hammersmith úr irodájába vezet. Az ajtótól balra hosszú pult található, amely mögül az alkalmazottak szolgálják ki a vevőket. A magasabban lévő árút egy fali sinem mozgatható, a polcoknak támasztott létre segítségével érik el. Az üzlet tágas belső részében három kisebb, kb. egy méter magas üvegvitrin látható szellős távolságban. Amikor az üzlet megtelik vásárlókkal, a vitrineknél is kiszolgálás folyik. Az Üzlet bal baloldalán áll a kasszáspult, melyen régi módi, terebélyes, méretű pénztárgép és egy telefonkészülék kapott helyet. A kasszás kisasszony egy kerek támlanélküli forgószégen ülve üti be a tételeket. A pénztárgép oldalán kulcsjuk látható. A kasszás kisasszony háta mögött a falon helyezkednek el a helyiség villanykapcsolói. A már korábban említett galériára a kassza mellől lehet feljutni. A galériára vezető lépcső alatt található újabb ajtó az üzlet raktárába, illetve az alkalmazottak öltözőihez vezet. Az illatszertár sötét padlóját fényesre csiszolták, így azon is visszatükröződnek a borostyán színnel izzó lámpák fényei. A bejárati ajtó előtti felületet fekete fehér járólap Szereplők Hammer úr, az illatszertár tulajdonosa, Horváth László Attila. Idős férfi elegáns, fekete öltönyben, mellényben, fehér ingben, csokornyakkendőben. Sűrű őszhaja gondosan fésült. Hammer mit úr nős, két felnőtt gyermeke van. Asztalos úr az első segéd, Horváth Sebestyén Sándor. 36 éves, barna hajú, nőtlen magas férfi, aki már 9 éve dolgozik az üzletben. Szövet nadrágja szürke, inge fehér, csokornyakendője a nadrággal megegyező színű. Munka közben asztalos úr gondosan begombolt fehér köpenyt húz ruhája fölé. Kabátja, kalapja szürke, iratait egy bőrtáskában hordja. Kádár úr a drogéria alkalmazottja, Gulácsi Tamás. Piperkőc, megnyerő külsejű férfi, a női nem nagy rajongója. A magas, barna hajó, kádár kis bajuszt és állán kevés szakállat visel. Amolyan a szemese jól figura, aki igyekszik mindenkivel roppant jó viszonyban lenni. A boltban kigombolt fehér köpenyt visel, alatta a fehér ing látható. Csokornyakkendője és nadrágja fekete. Kádár úr egyedül bérel egy kis garzont. Balás kisasszony eladó az üzletben, széles zita. Magas, vékony fiatal nő, szőke haja Loknikban göndörítve omlik vállára. Nyaknál magasan záródó fekete ruhája felett begombolva viseli fehér köpenyét. Kabátja és svájci sapkája fekete, sája világos szürke. Balás kisasszony édesanyjával él. Rácz kisasszony eladó az üzletben Szabó Márta, nyílt természetű hölgy. Állítása szerint 20 éveinek végé jár, azonban feltételezhető, hogy jóval idősebb ennél, de hiú ezért ügyesen titkolja igazi korát. Fehér köpenye alatt világos mintás ruhát hord. Haja szőkére festett, a válláig ér. Arcán diszkrét smink látható. Molnár kisasszony a harmadik női alkalmazott, Horváth Margit. Átlagos magasságú, kisé molettes alkatú nő, hajaszőkére festett, a nyaknál hullámos konyba tűzött. Molnár kisasszony általában a kasszában ül, kigombolt fehér köpenyben. Árpád, a tanonc, fellinger domonkos. Kicsit szemtelen, egyszerű fiatalember, aki kötelességtudóan teljesíti megbízásait. Árpád végzi az áru kiszállítását, így biciklivel közlekedik kerékpárját fegyverként használja a városi forgalomban. A rábízott csomagokat bicikli a csomagtartójára kötözi három darab kerék belső segítségével. Ha ezek a belsők használaton kívül vannak, keresztbe átveti őket vállain, és úgy közlekedik. Árpád szürke nadrágot hord, fekete rövid kabátja csípőigér, fején svájci sapka díszeleg. Az előadás során később ő is öltönybe bújik. Sipos úr az idősebb segéd, István István. Mindig kedvesen mosolygó, tisztelet tudó, ötvenes férfi, háromgyerekes családapa. Pontos, precíz munkaerő, aki bölcs tapasztalataival igyekszik a fiatalabb alkalmazottak között a belső békét fenntartani az üzletben. Sötét öltönyéhez fehér inget és fekete nyakkendőt visel. Detektív Gyuris Tibor, idős, őszhajú, kopaszodó szemüveges férfi, fekete nadrágja felett szürke vastag kabátot hord, inge fehér, nyakkendője sötét, kezében világos barna bőrkötésű jegyzet füzetet szorongat. Jancsi, az új segéd, lakatos Máté, fiatal fiú szürke, széles gallérú kabátban, kötött sája fekete, fején sildes, vájci sapka vehető ki. Hammes Mitt úr felesége, Jenei Judit, dekoratív, elegáns, középkorú nő, vörös színű haját apró kis kalap szorítja le, az üzletben járva is napszemüveget visel, kabátja deréknál szoknyaszerűen bővül, a kabát galériáját széles fehér szörme díszíti, lábain fűzött, drága bőrcsizma látható. A felvonásokban szíre még több vásárló hölgy és férfi, valamint egy rendőr. Ők mind a 20. század divatnak megfelelő, elegáns ruhadarabokat viselnek technikai információk. Az előadás hossza 3 óra 15 perc két szünettel. Helyszín Móricz Zsigmond Színház, 4400 Nyíregyháza, Besenyei tér 13. A látássérültek számára az előadást az AKU, az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület teszi még élvezhetőbbé.